Egyet volt csak a 26-ostól. Ott a 26-os. Meg egy 27-es több biztonság kezdi. Hát ha lesz egy 6-os, mi? Hát ha 6-os fészek alját találunk, mint a Zsoltiék. Jó, mehet még egy 20 centit. Fészek felé, igen. Jó. Hát az öreg madár locsolja őket. Csurom víz a hátuk. Nagy melegbe így hűti. Így hűti a fiókákat. Azt mondja, hogy hábetű főfele. Miért kell rá? Ürülékkel hűti magát nagy melegbe, és ha rámegy a gyűrűre, akkor olvashatatlanná válik. Jó korban vannak most. És ha megfigyeled a fészket, ilyen szúros ágattal van körbe rakva a széle, és amikor a madár tolod hátra a fészekből kiríteni, akkor egy ilyen szúróság megbüki a fenekét, adja az ingert, és akkor nincs az, hogy a madár leesik a fészekből. Tudja, hogy meddig lehet menni. Eléggé hatékony dolog. Gyorsan megtanulják, akkor így egy vadrózsa megszúrja a fenekét. Kész vagyunk, kivivel. Mehet le. Igen. Nagyon jó.
húsvéti tojás. És a piros volt. Húsvéti tojás. Mennyi van? Négy. Négy. Én meg jól azt hittem, azt hittem, hogy négy. Azt van tojás. Megfogod, Gál? Megvan az a tojás. Ez mi? Jó, nem probléma. Villanypásztor zsinór. Benne egy kis acélszállal, garantáltan olyan keresztapás. Benne a fészekben? Benne a fészekben. Kaszálláskor fűvel együtt beviszi, és ha nagyon letapossa, akkor keletkezik egy ilyen furok, átmegy rajta a lába, és akkor szépen így rá tudja tekerni. Garantáltan amputál.
Viszont magammal, hogy következő helyen be tudjam mutatni a közösséget. Jó, jó. Nem majd, majd úgy. Nekem tériszonyom van. Ismerünk, hogy történik, hogyha. Elfelejtettem mondani, hogy a magasba hányok. Sugár. Ezt is vett fel a gép. Három lábbal az egész kényelmes, amíg eltűnik. Hát egy lábban itt. Egy lábban itt. Nincs, hát nem bír megállni egy lábon. Akkor mi legyen? Ne vigyük el innen? Nem tudom, mit tudunk csinálni vele. Itt hagyjuk a fészekbe. Bár fene tudja, ott volt a egyiptomi szemétbányán is lehetett látni, mikor leszálltak a... Majd lesz még ilyen sok. Az öreg madár utólag repül le a fészekről. Egész közelbe szokott, ahogy le tudjuk olvasni egy gyűrűt. Még egy 20 centit a fészek felé. Jó. Jó. Picit lefelé. Lefelé egy. Jó. 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 Jó, jó. A fiókának a lábára rátekeredett a fészekanyagba épített bálamadzág, és ahol rácsolott, alatta leszáradt a madárlába. Most elvágjuk a madzagot, lehet látni, hogy ilyen jó mutatónyi vastag korbácsként tekeredett oda. Megírjanak ezek a részek. Ez a bálamadzag probléma nagyon sok madarat érint, verebeket, fecskéket, baglyokat. Lehet látni, hogy elszállt a lába is fölötte a gyulladástól. A zsinór leszedésével gyakorlatilag a láb is leesett, hiszen teljes mértékben amputálódott és leszáradt a seb, és bezárult. Hát itt hagyjuk ezt a madarat, és a természetre bízzuk, hogy tud-e legalább egyszer költeni, de szinte biztos, hogy nem fogja megérni a következő évet sajnos. Yeah, I don't know.
van meg összesítés. Szerintem összesen olyan 200-250. Szóval, hogy változó volt egyébként. A rétszilasi az még elég gyengé. 3 órán kár. A fogással egy. Értem. 3 órát költöttünk bent a sirálytelepen. És... Én látom, hogy itt repkednek a füsti fecskék, újra igen, és újra. Igen, itt van. Ott megy. De Molnár fecske ugye az épít szét az egyik szülő. Úgyhogy, és hogyha itt a szomszédokban van bármennyi, azt is megköszönjük, hogyha bőre biztos. Azt, hogy mennyi van, azt nem tudjuk, de van bőre, mert szoktak lenni nagyon sokan. Gyermeknek? Nem nekem, gyermeknek, persze. Hány gyermek van? Mondjam, 25. 25? Sok gyermekem van. Itt van 2. 3 is van itt benne. Jó. 1, 2, 3, tényleg 25? Mondom, hogy 25. Hát a csoport létszáma annyi. 25? 26. Jó lesz így? Igen, nagyon szépen köszönjük. Nagyon szívesen. Elég annyi tette be, és már beraktam az összesnek a polcára. És az Egyesület honlapjára pedig érdemel. Ezért jó az egyesületi mellény, látod? Millió zsebbe. Jöhet harmadik.
tudom, vagyok egyébként. Lányok, jön egy motoros. Gyönyörű, szép nagy tollak. Nézd oda, látod, milyen nagy tollak. Úgy, az első rendőrök most, a második már egész jó képeje. Na, aki nem simogatom még le. Puhától. Ugye milyen fogat? Most a fészekben. Öt fióka van benne, mindezet nagyon szép egészséges. Úgy néz ki, hogy nagy volt a fióka pusztulás. Az idén úgy látjuk, hogy égesővel kísérve hűvös idő volt, és az volt a halálunk az idei év. Hiába madárnap és 40 napos eső. Általában meleg van, egy órás esőzivatal, felszáradnak a gólyák, és semmi probléma. Igen. Mutatom. Ezen van egy kicsit. Próbáljuk megmenteni a gólyát. Uh-huh. Jó, jó. És önök itt laknak? Igen. Igen. És látták már a kis gólyát korábban? Persze. Minden évben itt vannak. És megnézik mindig? Hát amikor hát, már minden nap látjuk őket. Kilátszik a fészekből. Persze. És milyen érzés egy gólyafészek alatt lakni? Nagyon jó. Szerintem nagyon jó. Nagyon jó. Nagyobb kellene. Egy bemutatkozás szerint. Mikor? Köszönöm szépen. Jó, akkor visszaviszik a fészekbe. Delfint vegyünk. Melyiket válasszam? Hát, ez nagy dráma. Delfint akkor.
Hát a lehetőség az ott. Végül is. Van kerecse. Sárga rigó, nézd! Kép, nézd! Nekünk az van. Sárga rigótok? Nem, nincsen. Nem, az barkos. Sárga rigó. Egy fecsés, marjúj. Igen, na egyféle van. De még nincs. Még van, amit. De belőfordul, hogy gondol egyet veszik, hogy nem is tartoznak valami megzavarja, de képesek ezt szerelődni egész jó. Több száz ugye képesek. Úr, jó voltam, te most a gyűrűzővizsgálatra készülsz? Igen. Ott voltál velünk a Kerecsen-Solyon gyűrűzésen is, ugye? Igen. Salsó-Németin fagyisztunk. Ja, akkor ez egy jó tanulópálya neked. Igen.
Rezodolt lesz. Sziasztok! Legjobbakat!